Elzárja e az EU a magyarországi pénzcsapot? Az Orbán Viktor miniszterelnök elleni vádak listája meglehetősen hosszú Brüsszelben. A bíróságok függetlenségének és a szólásszabadságának korlátozása, a korrupció, a menekültekkel és a kisebbségekkel szembeni bánásmód és legújabban a melegeket megbélyegző törvény. Brüsszel és Budapest között már régóta parázslik a vita. A Németországi Zöld Párt európai szóvivője ezekről beszélt az euronews adott interjújában. Évek óta másképpen kellett volna Orbánt kezelni. Ez az éveken át tartó babusgatás, hogy majd megjavul, hiba volt, jelentette ki Franziska Brandner. Az Európai Parlament egyetért vele. A képviselő testület a Magyarországnak adott pénzek visszafogását szeretné elérni. Erre Brüsszelnek lenne joga, állítja három jogász professzora zöldek által közre adott tanulmányában. Álláspontjukat az éveleje óta érvényes jogszabályokra alapozzák, amelyek lehetővé teszik a támogatások megvonását, ha egy ország megsérti az unió pénzügyi érdekeit. A szakértők szerint ez a helyzet Magyarországgal, mert nem világos, hova tűnnek az EU támogatások. Az nem megy, hogy a pénzünket elfogadják, de egyébként azt mondják, hogy nem érdeklik őket az értékeink. Az Európai Unió nem egy bank, egy kiadó automata, hanem egy értékközösség, amely meg is védi az értékeit, szögezte le a politikus. Az Orbán kormány számára jelentős összegekről van szó. Magyarország nemrég 6 milliárd eurót kapott az EU költségvetéséből. További 7,2 milliárdra számíthat a koronavírus segélycsomagból. Az egyelőre nem világos, hogy valóban visszatartják-e ezeket az összegeket. Az Európai Parlament még jogi lépésekre is hajlandó a bizottsággal szemben, ha az unió vezetése nem cselekszik. De a bizottság még inkább megvárná az Európai Bíróság őszi döntését.